Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Buda Kalász ma adását látják, következzenek elsőként híreink röviden. Egészségklub, nőgyógyászati szűrőnap lesz pénteken. Őszi tófutás, együtt mozgott a sportos város a hétvégi versenyen. Kalász suli, diák polgármestert avattak az iskolában. Október 13-án pénteken újabb szűrőnapot tart a Budakalászi Egészségklub. Ezúttal nőgyógyászati vizsgálatokon vehetnek részt, melyeket dr. Dobos György végez. Jelentkezni lehet szerdán 18 és 20 óra között Rakics Istvánnénál a 0630 944 1165-ös telefonszámon. Az Egészségklub által szervezett további szűrővizsgálatokról a klub honlapján a www.bkegészségklub.hu oldalon tájékozódhatnak. Szombaton újra együtt mozoghatott a város az Omsk-tónál megrendezett őszi tófutáson. Idén rekordszámú résztvevővel indult a verseny, több mint 800 fő nevezett a megmérettetésre. Ragyogó napsütés és kellemes őszi idő várta a versenyzőket szombat délelőtt az őszi tófutáson. Ez alkalommal összesen 20 kategóriában nevezhettek a versenyzők, akik ezúttal egy, illetve két körös távokon indulhattak. A kategóriánkénti dobogós helyezettek pólót és oklevelet vehettek át Ercsényi Tiborné alpolgármester asszonytól. Legfontosabb célunk az egészségünk megőrzése, hiszen Budakalászon ugye mindenki tudja, hogy több olyan önkormányzati szervezésű sportrendezvény van, amelyiknek végül is a legfontosabb célja az, hogy egészségesek és fittek maradjunk. Ugye ez a záró rendezvényünk, a szezon záró, a tófutás. Ugye van a tavaszi tófutás, az a nyitó, a május 1-én van ugye a kevére fel, ami hát ugye szintén terepfutás, gyalogtúra, családi túra, ősszel szeptemberben az autómentes napon van a Tour de Kalász, ami egy kerékpáros verseny, ahol szintén olyan 15-16 kilométeres távot kell letekerni kerékpárral, és az őszi tófutás. Úgyhogy mind a sportkoncepcióknak a része, ami hát már 2001 óta megvan, és minden évben rakunk hozzá egy kicsit, hogy minél több lehetősége legyen a budakalásziaknak arra, hogy megőrizzék egészségüket. Évről évre többen vannak. Tavaly 680 főnél azt hittük, hogy hát ennél több már nem lehet. Most érdeklődtem Benko Attilánál, a faluház vezetőjénél, és ő azt mondta, hogy 800 fő körüli a részvétel, tehát valószínűleg a tavalyi rekord meg fog dőlni. Nem csak budakalásziak vesznek részt ezen a rendezvényen, hiszen meg van hirdetve a médiában, internetes felületeken, úgyhogy Békásmegyerről, Szentendéről, Pomázról és Budapestről is sokan kijönnek, hiszen most már ezzel az új rekordtámpájával azért nagyon kellemes és nagyon jó lehetőség adódik mindenkinek a sportolásra. Sokan járnak ide hétköznaponként is a környező településekről is, nem csak Budakalászról. A versenynek sok állandó nevezője van, de akadtak új arcok is. A kategóriák bevezetése az egyre növekvő létszám miatt volt szükséges. Az őszi tófutás azért mindig a rizikós az idő szempontjából, de most hatalmas nagy szerencsénk van, mert egyszerűen most csodálatos az idő, azt a szelet leszámítva maga a tökélyfutásra. Az őszi tófutás, én azért szeretem nagyon, mert a nyár ereje még benne van az emberekben, és még sokkal, sokkal jobb, meg felhőtlenebb az egész, mint a tavaszi. A szervezés az mindig van egy menet, ahogy elkezdjük szervezni, ahogy tájékozódunk az időt az emberekről, megbeszéljük a segítőkkel, hogy kik jönnek, diákokat, akik közösségi szolgálat keretében segítenek nekünk. Megveszük az ajándékokat, megnyomatjuk a pólókát, tehát a szervezésnek van egy ilyen menete, most hál' Istennek elég jól haladtunk, vagy nagyon sok programunk volt, de jól haladtunk folyamatosan. A bemelegítésről a Veldance Sporttánc Egyesület gondoskodott. Idén Mihalik Sára világbajnok kajakozó és Szívós Márton világbajnok vízilabdázó is erősítették a rendezvény sportos arculatát. A Kós Károly Művelődési Ház vezetősége hívott meg, és nagy örömmel vállaltam el, mert szeretem azt, amikor emberek mozognak, kint vannak a természetben, és ez jó érzés látni. Nekem lesz a legnehezebb feladatom a díjátadás. Sok versenyző számára családi program volt a hétvégi verseny, többen gyermekeikkel, testvérükkel érkeztek a rendezvényre. Nagyon régi, tiszteletbeli budakalászi iskolások vagyunk. A két fiam már nem ide jár, de nagyon régóta ismerjük ezt a versenyt, és igazából most nosztalgiába jöttünk vissza.
Nagyon jó kikapcsolódás, jobban alszom tőle, ennyi, nem vagyok sportoló. Igazából ez az első futásom lesz, volt egy sérülésem, úgyhogy remélem ezek a hosszú 7 kilométeres gyaloglások valamennyire segítettek. Ők meg egyszerre jó kondiban vannak. És mi a cél? Nekem csak annyi, hogy végigfussak egy kört, nekik meg két kör, és remélhetőleg lesz póló a végén. Legközelebb tavasszal szervezi meg a Kóskároly Művelődési Ház a város által támogatott népszerű futóversenyt. A tófutásról még többet megtudhatnak híradónk után félidő című sportműsorunkból. Baleset történt vasárnap délután a József Attila úton, tette közé hivatalos Facebook oldalán az önkormányzat. Egy kis teherautó haladt Budapest felől a budakalászi körforgalom felé, amikor a sofőr elaludt vezetés közben. Egy szemből érkező jármű nekiütközött az autónak, majd mindkét gépkocsi belecsapódott egy lakóház kerítésébe, kidöntve egy fát. Diákpolgármestert választottak a Kalássuli Általános Iskolában. A 2017-2018-as tanévben Bencédi Balázs 8. B-osztályos tanuló képviseli a diákokat az iskolában. Mint minden év októberében, idén is megválasztották a diák önkormányzat elnökét és az évfolyamonkénti képviselőket a Kalássuliban. Az ünnepélyes ceremónia keretében Völgyes József igazgató mellett városunk polgármestere Rogán László köszöntötte a diákság új szószólóját. Nagyon fontos esemény szoktam volna, hogy tavaly is elmondtam, hogy a ti életetekben körülbelül olyasmi ez a választás, mint a város életében, amikor a polgármester képviselőt választanak. És én azt kértem tavaly is tőletek, azt mondom, hogy is, hogyha vannak gondjaitok, problémáitok, forduljatok nyugodtan ez a szép magas fiatalemberhez, üssétek a fejét, paskolgassátok, vagy sok fiatal lányhoz, fiúhoz, ha bármi gondjatok van, segítsenek nektek, ők azért vannak, hogy nektek segítsenek, és közvetítsék a gondjaitokat az igazgató úr, vagy a tanárok felé, mert ilyen sok gyerek egyszerre ne törjön rá a Józsi bácsira, mert ott meg fog valósulni. Úgyhogy a polgármester úrban bízzatok, és segítettek a képviselőtársaságokban. A diák önkormányzat képviselői közösen olvasták fel esküjüket Rogán László irányításával. Én a diák önkormányzat képviselője vállalom, hogy a 2017-18-as tanévben iskolatársaim érdekeit képviselem, és munkámmal a közösség érdekeit szolgálom. Vállalom továbbá, hogy a diák önkormányzat munkájában aktívan részt veszek, az iskolai rendezvények, események lebonyolításában segítek. Fogadom, hogy szolgálmammal és magatartásommal, az iskolai munkához való hozzáállásommal, másoknak is példát mutatok. Fogadom, hogy fegyelmezetlen, másokat sértő magatartásommal, a kalássuli és budakalász jó hírét meg nem sértem. Ha a fogadalmamat meg nem tartom, a felelősséget azért vállalom. Ebben az évben csak egy tanuló, a 8. B-osztályos Bencédi Balázs indult a polgármesteri címért, akinek feltétlen bizalmat szavaztak diáktársai. Bár Balázsnak nincsenek komoly politikai ambíciói, azt mondja, szívesen segíti közvetítőként a kalássuli diákjait. Én nem gondoltam volna, hogy én egyszer diák polgármester lehetek, mert elég aktívan sportolok, és én úgy gondoltam, hogy nem vehetek eléggé részt ebben a közösségben itt, de a tanáraim rábeszéltek, hogy induljak, és végül is az ő miattuk neveztem be
és egyedül indult, egyedülő indulóként meg is nyertem. Elég sokan támogattak, és nagyon sok ötletet is kaptam, hogy miken tudnánk javítani az iskolában. Amikor választások voltak, ugye a mosdókat eléggé felújították, azt tudtam közvetíteni az igazgató felé. A múlt héten a csengetési rend elcsúszott, szóval hogy a csengő nem volt elég jó. Én ezt tudtam az igazgató felé közvetíteni, és tudtam neki erről szólni, és meg tudták a csengetési rendet normálisan csinálni, hogy rendesen szóljon a csengő, meg hogy pont abban az időben csöngessen neki, amikor kell, ne később és ne is előbb. Én politikában még nem gondolkodtam, amit szeretek az a matematika, fizika, kémia, én az ilyen reál tantárgyakból elég jó vagyok, és ilyen úton szeretnék tovább haladni. Minden osztályban két-két képviselőhöz fordulhatnak a diákok segítségért az iskolai ügyekkel kapcsolatban, melyeket a diák önkormányzati gyűléseken közösen vitatnak meg a polgármesterrel, majd közvetítik a tanároknak és az igazgatónak. A most megválasztottak mandátuma jövő év szeptemberéig szól. Végül a várható időjárásról. Holnap délelőtt felhős lesz az ég, az északi ország részben helyenként előfordulhat csapadék is. Délen derült, napos idő várható, éjszaka a hőmérséklet átlagosan 5 és 10 fok között, nappal pedig 15 és 21 fok között alakul. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer. Szombaton újra együtt mozoghatott a város az Omsk-tónál megrendezett őszi tófutáson. Idén rekordszámú résztvevővel indult el a verseny, több mint 800 fő nevezett a megmérettetésre. Október 13-án pénteken újabb szűrőnapot tart a Budakalászi Egészségklub. Ezúttal nőgyógyászati vizsgálatokon lehet részt venni, melyeket dr. Dobos György végez. Diákpolgármestert választottak a Kalász Suli Általános Iskolában. A 2017-2018-as tanévben Bencédi Balázs 8. B osztályos tanuló képviseli a diákokat az iskolában. A Budakalász ma adását látták, maradjanak velünk továbbra is, mert a folytatásban félidő című sportműsorunk következik. Híradóval legközelebb holnap este 6 órakor várjuk Önöket, addig is visszanézhetik korábbi műsorainkat a www.tvbudakalász.hu oldalon, de követhetik online az élőadásunkat is. És ne felejtsék el, hogy csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is, munkatársaim nevében is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!